Sziasztok srácok, illetve lányok! Üdvözlök mindenkit! Ez most ilyen suttogós, halk, chilles videó lesz, ugyanis éjjel 3 óra 14 perc van. És nyilván Balázskának mikor pattan ki a fejéből, hogy szellemvideókat kell nézni? Most. Itt van, be is írtam, hogy time now, hogy mennyi az idő. 3 óra 14 perc, szóval... És tudom, hogy mostanában nagyon sok volt az ilyen para videó nézés a csatornán, de ígérem, következő hónapban visszahozom a horrorjátékokat is. Viszont tudom azt, hogy nagyon sokan szeretitek azt, amikor én éjszaka nézek ilyen videókat, és tudom, hogy van, aki viszont nem szereti, hogyha így beszélek, ilyen suttogva halkan. De hát ez most ilyen. Ez ilyen kis chilles videó lesz. Na, de nézzük is. Amúgy fosok. Ezt TikTokra töltötték fel. A saját fürdőszobájában történt valami csúnya dolog. Szóval, ha jól értem, a csaj hallotta, vagy a csávú hallotta, hogy folyik a csap a kádjába. Vagy valami a buborékos cucc bekapcsolta a kádjába, valami ilyesmi. Ami teljesen oké akkor, hogyha valakivel együtt laksz. De hogyha egyedül laksz és ezt hallod, hogy bekapcsol a buborék szóró genyó a kádodba, akkor nem biztos, hogy nyugodtan tudnék aludni. Kikapcsolta. Na már mi történt? Igen, kikapcsolja. Mik ezek a gyertyák? Senki nincs itt. Jaj, félek az én gyerekek. Gigi? The video ends with Chell going to investigate. Apádat. Azért ilyen videókat nézni ilyen későn nagyon nem jó. Tehát nem tudom, hogy mennyire láttátok, vagy mennyire fogtátok fel, hogy mi történik egyáltalán. De ugye a csávó lekapcsolta a kádot, elfújta a gyertyákat, bement a kiskutyához, aztán minden visszakapcsolódott. A gyertyák is meggyulladtak, a kád is ugyanúgy úgy maradt, és ugyanúgy ment a buborék szóró. Ajtó becsapódott, hát barátom, költözzel. Na jó, kommentben mindenképp írhatod, hogy mi volt erről a felvételről a véleményetek. Szerintem amúgy kamu, aztán ki tudja. Ó, szóval a csávó elment dolgozni, és biztonsági felvételeket, ami nézte a kamerát. Gondolom, ezek a kamerák kim voltak valamelyik a háznak a külsején, a kertbe. És itt látni egy embert, aki visz valami zsákot. És hát mindjárt ki fog derülni mégis, mi történt. És a csávó nagyon összefosta magát. Én is összefosnám magam. Jajne. Valaki van kint és húz egy zsákot magával. Azért veszem fel ezt a videót, hogyha valami történne. Bakker, szegény csávó hangján mennyire hallatszik, hogy összeszarta magát. Tehát ez szerintem bármi is lesz a kimenetele ennek a videónak, ez valós. De a csávó az meg... elkezd futni a ház felé. Ugye nem fog beszaladni az ajtón, légy színe, szaladj be az ajtón. Itt van az ajtó előtt. Be van zárva az ajtó, nagyon jó. Itt van a ház előtt, vagy az építmény előtt. Csóri csávó hangján mennyire hallatszott a félelem. Fortunately, Matt seems to be okay, so let's hope it stays that way. Oké, szóval a felvétel készítőjében minden rendben volt. De bakker, ti ezek után bemennétek egy ilyen munkahelyre dolgozni? Én nem biztos. Most a nagy számok törvénye alapján, hogyha te több évig csinálod ezt, és naponta
8 órán keresztül nézel egy kamerát, biztos fogsz egy olyan dolgot látni, ami nem természetes, szerintem. Viszont esetleg van valami ismerősödök, aki ilyen helyen dolgozik, és történt már valami paradolog vele, vagy látott valami paradolgot a kamerákba, akkor azt mindenképp írjátok a kommentbe, mivel kíváncsi vagyok. Na, de több kérdés is van. Mi az a zsák, amit a csávó húzott magával? A második pedig az, hogy miért akart betörni ebbe a házba? Na jó, mindegy, hagyjuk. Nézzük a következőt. Félek. Nagyon félek. Oké, szóval egy YouTube csatornára töltötték fel ezt a videót. A mi házunk körülbelül 300 éves, és az egész család furcsa hangokat észlel, és tárgyak mozdulnak el és zuhannak le. Néha olyan érzés, mintha valaki lenne a szobába. Felraktak egy kamerát a házba. Our house is approximately 300 years old. Egy kamerát raktak fel a házra, vagyis a házba, és pont az az egy kamera fogja felvenni az esetet. Érdekes lesz. Hopp, kisgyerek, nyomja a kisgyerek. Most az apuka elmegy otthonról. Elég úgy tűnik, azt mondta, hogy bye-bye, nem hallottam rendesen. Hopp, és a szék megmozdult, hopp, és a másik szék is megmozdult. Apa, baj van. Apu, gyere vissza! Igen, azt mondja, hogy na jó, én itt nem. Tehát én itt nem leszek itthon egyedül. De ez mennyire para? Tehát pont abba a pillanatban történik ez, amikor az apuka elhagyja a házat. Abba a pillanatban megmozdulnak a székek. Ó, szóval ez a videó, ez egy másik napon történik, és ezt viszont már az apuka videóhozza. Tehát ez már az apuka szemszögéből lesz, mivel elvileg valami furcsa hangot hallott az emeletről, és most ezt fogjuk látni. Despite him and his family being the only ones in the house, he walks us through various sections of the house where all seems to be perfectly normal when all of a sudden. Oké, ezek a szobák normálisnak tűnnek. Ne ugorjon be semmi elém, légy, nagyon késő van és nagyon félek, könyörgöm. Mik ezek a... Aha. Jesus Christ, the door just closed. Becsukódott az ajtó, de még kell ilyen lassan a kamerával mozogni. Nem muszáj oda bemenni. Bement. Valaki van itt? Ezek szerint nincs. Úgy, ez pont a gyerek szobába. Hát ezt a videót nem mutassátok meg a gyereknek, mert büdösében nem fog többet ebbe a szobába aludni. Legalábbis én biztos nem adtam. Jó, hogy ott a gyerek is. Hát lepődnék meg, hogy ezután azt mondta, hogy figyelj apa, én itt nem. Tehát én itt nem fogok aludni. Abszolút meg tudom érteni amúgy a gyereket. Na, ezt is a TikTok felhasználó töltötte fel. Oké, este sétált haza, és elment a szomszédja háza mellett, és valamit levideózott. Miért ilyen para? Miért villog a lámpa? Tehát most azért elkezdte videózni a szomszédjának az ablakát, mert villog a lámpa? És ha észreveszik? Olyan szinten kirázott a hideg most, mint még soha. Soha. Mi volt? Miért néztek egyszerre hátra? Az egész család egyszerre hátra nézett. Na jó, elmész a francba. Ez a legkiakasztóbb felvétel volt, amit valaha láttam. De lehet, hogy csak azért, mert éjjel 3:30 van. Lehet amúgy. Lehet, hogy ezt nappal nézem, akkor nevetek rajta egyet, de mindegy. Igen, villog a lámpa. Várjál, hogy van? Tehát felfele néznek? Így nézi a fényt a csajot, figyelj. Aztán mindenki húgy, csinál egy ilyet. Azt a rohadt. Na jó, én ezt
Lehet, hogy itt be fogom fejezni. Tehát nem tudom, mi van az utcsó felvételbe. Jó, nézzük meg gyorsan, mi van itt. Jó, ahogy látom, szimplán csak a csajja azt videózta le, hogy valaki áll a szobájába. Arra keltem fel, hogy egy kisgyerek sírt, és ezt kaptam lencse végre. Nem, nekem itt elég volt. Szóri srácok, de ezt nem bírom tovább nézni. Én ma még aludni akarok. Na jó van. Hát ha szeretnétek még ilyesfajta videót, ahol én az éjszaka közepén nézek ilyen videókat, akkor mindenképp írjátok le kommentbe és jelezzétek egy lájkkal, illetve feliratkozással, illetve azt is mindenképp írjátok le kommentbe, hogy ti mit gondoltok ezekről a felvételekről. Kíváncsi vagyok a véleményetekre. Meg hogy nektek melyik volt a legparább. Nekem ez a fej hátrafordítós videó, ez minden idők legparább felvétele volt. Na jó van. Nem tudom, hogy a hónapban lesz-e még videó, de hogyha nem, akkor köszönöm szépen mindenkinek, hogy ebben a hónapban is velem voltatok. Következő időben találkozunk, addig is jók lehetek, vigyázzatok magatokra. Szevasztok!